Amikor otthon bekapcsoljuk a tévét, hogy lássuk kedvenc csapatunkat gólt szerezni, együtt örüljünk a magyar válogatott sikereiért, adott esetben egy olimpiai aranyéremnél érezzük úgy, hogy mi is ott vagyunk a medencében, bele se gondolunk, hogy mekkora technikai háttérre, mire van szükség ahhoz, hogy ezeket mi ilyen minőségben közelről átélhessük. Ennek jártunk utána az Antenna Hungária segítségével. Ahhoz, hogy egy nagyszabású közvetítés létrejöjjön, milyen paraméterekre van szükség, minek kell megvalósulnia? Hát alapvetően a jó stáb kell hozzá, tehát kell hozzá kábeles gépkocsi vezető, műszaki személyzet, operatőrök, tehát egy elég nagy stábban dolgozunk. Ez az első megfelelési kritérium. A másik az üzemképes berendezés, a jó közvetítőkocsi, a jó kamerák és a jó lassító berendezések és minden egyéb más, ami a közvetítőkocsiban van. Sok monitor van, sok berendezés, de alapvetően mindenki egy pozícióval foglalkozik. Hát nekem dolgom az, hogy egy 150 fős stábot is össze tudjak fogni. Mindenkinek megvan a nyugdíja, baja, emberek vagyunk, rosszul keltünk, jól keltünk, szeretjük csinálni. Jó szakembereink vannak, jó rendezőink. Műszaki része az egész kimagaslónak mondanám. Tehát több tévés társasággal dolgoztunk együtt, Európában is, meg vannak velünk elégedve. Alapvetően úgy működik egy közvetítés, hogy megérkezünk a helyszínre, megtaláljuk az ideális parkolási pozíciót, ahonnan a legkönnyebben tudjuk eljutatni a kamerakábeleinket a megfelelő pozícióba. Ezek után kihelyezzük a kameráinkat, és akkor van egy teszt időszak, aztán a közvetítési időszak következik. Képesek vagyunk bármit megtenni, csak hogy le tudjuk tenni azt, amit igényelnek a megrendelők. Évente egyszer a Tour de Hongrie-t közvetítjük. Itt azért szükség van motorokra, helikopterekre, repülőre, tehát gyakorlatilag ez egy összetettebb esemény, mint a szokásos egyéb sportközvetítéseink. Három motor a mezőnnyel folyamatosan megy, fölöttük, mellettük oldalt még egy helikopter is. Ezek a kameraképek felkerülnek egy Cessnára, ami fölöttünk köröz. Mi azért letettünk egy profizmust az asztalra, és most saját magunknak kell mindig megfelelnünk, hogy minden alkalommal tudjuk hozni azt a profizmust, mert ezt várják el tőlünk. Nem csak a Tour de Hongrie-n, vagy a kajakkenu világbajnokságon, vagy történetesen az atlétikai révén, hanem egy 6 kamerás röptabla meccset is ugyanúgy le kell raknunk az asztalra. Nincs két egyforma közvetítést. 2006-os úszó EB-t mondtad, mint első és ilyen. Igen, mert az nagyon emlékezett. Emlékszel onnan magyar aranyra? Cselaci. Fönnálltam a hídon. Szurkoltam? Potyogtak a könnyeim úgy itt most.